Tapiból tevi. A mesét írta Balajti Marian, javította Mezei Bea. Egy szép tavaszi napon Tevi éppen az erdei iskolába indult anyukájával. Ja, hogy te nem tudod, hogy ki az a Tevi. Bocsáss meg, akkor kezdem ott, hogy ki is az a Tevi. Van egy csodaszép meseerdő, ahol a fák akár az égig nőhetnek, ahol a fű minden reggel gyönyörű, smaragdzölden csillog a harmattól, a szivárvány minden színében pompáznak a virágok az erdő közepén a kis réten. Csillogó vízes és friss, hűsítően kék habja szegélyezi az erdőt a körülölelő patakkal együtt, amelyben millió színes halacska fickándozik. Ebben a csodaerdőben él egy édes, aranyos, csöpnyi, hófehér bundájú, hatalmas, fülecskés, piciny pamacs, farkú parányi nyuszi gyerek ő, ez az édes kis fehér puha gombolyag, aki olyan, mint egy játéknyuszi, na hát ő Tevi. Azt kérdezed, hogy miért hívják Tevinek? Látom, a szemedből furcsálod ezt a nevet, mert ez igazából nem is egy név. Hát jó, legyen, akkor elmesélem, úgy érzem, igazán hosszú mese lesz. Tudod, a becses nevet Tapi volt, ami teljesen helytálló, hiszen olyan édes fehér volt még a tappancsa is, hogy az anyukája, amikor meglátta, azt mondta, hogy micsoda különleges tappancs, legyen tapia neve. Innen indul a történetünk. Ebben a csodálatos meseerdőben egyik nap betegség ütötte fel a fejét. Na nem kell megijedni, bár senki sem akart beteg lenni, sajnos mégis egyre többen megbetegedtek. Aki ezt a betegséget elkapja, képzeljétek el, annak fáj a feje, sokat köhög folyik az orra, kapar a torka és gyengének érzi magát, sőt még láza is lehet. Mégsem ez volt Tapi és testvérei számára a legfélelmetesebb a betegségben. Sokkal inkább az, hogy több hétig otthon kellett volna maradni, ágyban feküdni és nem mehettek volna sem a rétre virágot szedni, sem a barátaikkal fogócskázni, bujócskázni. Higgyetek el a nyuszi gyerekeknek, akik állandóan rohangálnak, szaladgálnak, a bezártság a legrosszabb. A nyuszi veremben nem túl izgalmas az élet, és nincs sok hely a sok nyuszi gyerek számára. Ezért aztán nyuszi mama elment kenguru nénihez. Kenguru néni, amikor éppen nem volt az erszényében a kicsinye, oda gyűjtötte a gyógynövényeket minden gyógynövényről tudta, hogy mire való, és mindenféle panaszra csodaszert készített belőlük. Nyuszi mama azért kereste fel, hogy segítsen neki megelőzni, hogy a kis nyuszikái nehogy betegek legyenek. Kenguru néni elővette illatos növényeit, vizet forralt, morzsolt bele egy kis citronfüvet, tett bele egy kis levendulát, a barna üvegből öntött bele egy pár csepp teafa olajat, megkavarta, aztán morzsolt még bele fahéjat, és tett bele pár szem aplított aprított bele pár karika gyömbért, és csavar bele egy kis citromot. Nyuszi mama ámultan figyelte a gőzölgő erős illatú főzetet. Addig főzte, kavargatta kengurunéni, míg sűrű krémet nem kapott. Drága nyuszi mama, mondta, először is a kicsinyeknek meg kell tanulniuk, hogyan kell kezet mosni alaposan, utána pedig fertőtlenítsék kezüket ezzel a főzettel, majd átnyújtotta a krémet. Nyuszi mama megköszönte, de kérte kengurunénit, menjen vele, segítsen a kicsiket megtanítani. Kengurunéni néni fülön csípte gyorsan csöpp kis kenguruját, és úgy az erszényébe vágta, hogy mukkanni sem volt ideje a kenguru gyereknek, és már mentek is a kis nyuszikhoz. A kis nyuszik mindannyian köszöntek illendően. Kenguru néni viszont köszönt, és minden nyuszikát megsimogatott. Szerintem csak azért, mert olyan pihe puha volt mindegyik bundája. Tudjátok, nyuszikák, azért jöttem, mert a mi kis erdőnkben egy kis baci szabadult el. Kapjuk el, Kengurunéni? néni? kérdezte a legkisebb nyuszi. A többiek jót nevettek rajta. Jaj, édesem, bár csak ilyen könnyű lenne. De sajnos nem lehet nyakon csípni, ha pedig elkapod, beteg leszel tőle. Éppen azért jöttem, hogy ne legyetek betegek. A szappantnárt nagyon jól ismeritek, most mindenki készítse elő a mancsát. Gyerünk, te is. Így ni. Mindenki nyújtsa előre, gyerünk, gyerünk, ne lustálkodjon senki. Most pedig megmutatom, milyen az erdei rendes kézmosás. Legyél te, nyuszika, kenguru, róka, farkas, mókus, sőt, akár még embergyerek is. Mindenkinek így kell mancsot mosni, mondta kenguru mama, Neked ugyan nem mancsod van, hanem kezed, de vedd csak elő és csináld, amit a kis nyuszik csinálnak. Ez az erdei alapos kézmosás, most pedig mutatom. Bevízezed a kezed, most csak képzeledből, de gyakoroljuk együtt. Majd fogod a tenyered közepébe teszel egy kis szappant, jól összedörzsölöd, de itt még nem állunk meg, nem ám, ez még nem elég. Most az egyik kezed tenyerével dörzsöld a másik kezed fejét. Mutasd, nagyon jó. Most fordítva, utána az ujjaidat is nyisd ki, dörzsöld össze az ujjaidat, mintha össze akarnád fonni. Jön az erdei kézmosás csivi csavarója. Ez a legnehezebb, de menni fog, érzem. Tudod, hol az ujjad? És hol az ujjad hegye? Az ujjad legvége. Most tedd a tenyeredbe az egyik ujjad, mondjuk a legkisebbet, és csomagold bele a tenyeredbe, mintha egy takaró lenne, mintha a takaróba el akarnád rejteni, most forogjon körbe a takaróban. Ez a csivi csavaró. Hajrá, minden ujjunkat csivi csavarozzuk meg. Számoljuk meg, hány ujjunk van. Egy kis új, ide búj, kettő a gyűrűs új, a tekergő, dörzsöld. három a középsőt látom, én bizza meg nem várom, négy mutató új, te is ide mégy, öt hüvelyket is begyömöszölöd. Most a másik kezed, egy kis új ide búj, kettő a gyűrűs új tekerő, dörzsölöd, három a középsőt látom, én biza meg nem várom, négy mutató új, te is ide még, öt hüvelyket is begyömöszölöd. Már majdnem kész vagyunk, most pedig az egyik kezeddel a csuklódat, mintha karkötő lenne rajta, dörzsöld be, ügyes vagy, most a másikat is, ez az. Kész, öblisd le a kezed, most jön az igazi csoda, hoztam neked fertőtlenítő krémet, tegyél egy picit a tenyeredbe, és csináld újra ugyanezt. Tenyérdörzsölés, kézfej dörzsölés, másik kézfej dörzsölés szétnyitott ujjakkal. Dörzsölés minden ujjat külön-külön, és végül a csuklód. Ha így tesztek, betegek nem lesztek. Mivel minden kis nyuszi tökéletesen csinálta, így aztán kengurunéni hazament. És hogy még mindig nem tudod, mitől lett tapiból tevi, Ó, oh, hát ez egyszerű. Este lett az összes kis nyuszi befekült a hatalmas puha kiságyba egymás mellé jó szorosan. Nyuszi mama pedig betakarta őket, lekapcsolta a lámpát, és a sötét szobában az éjeli szekrényre tett kettő kis üvegcse fertőtlenítőt. Résnyire nyitva hagyta az ajtót, ahogy szokta, és kinn a konyhában még mosogatott, rendet rakott. Amikor is Tapi sírva kiáltott fel, teve, teve, teve van a házban! Üvöltötte szegény, és az összes kis Nyuszi felébredt. Remegő ujjacskáival mutatott a falon egy árnyékra. Két hatalmas púp látszott, olyan volt, mint egy óriási teve. Minden Nyuszi remegni kezdett, sírtak, mire Nyuszi mama beszaladt. Felkapcsolta a villanyt, de a szobából hirtelen eltűnt a teve. A Nyuszi gyerekek egymás szavába vágva mondták el, amit láttak. Nyuszi mama gondolkodóba esett, hiszen erre felé egyáltalán nincsenek tevék. Várjatok csak, lekapcsolom a lámpát. Most már az összes Nyuszi a falra mutatott. Nyuszi mama látta két hatalmas púpot a falon, és elmosolyodott. Felkapcsolta a lámpát. Drágáim, nézzétek csak, ez a két üvegcse fertőtlenítő árnyéka. Nyuszi mama újra lekapcsolta a lámpát, felemelte a két üvegcsét, ami szorosan egymás mellett volt, és viccelődni kezdett. Sziasztok, nyuszikák, én a fertőtlenítő vagyok, nem teve, Ugyan két púp volt a falon, de az a két kupakon. Most külön-külön leszünk rakva, így nem fogtok megijedni, hogy a kis Nyuszik. Használjátok gyakran, naponta többször is. A Nyuszi gyerekek nagyot nevettek. A legkisebb Nyuszi gyerek, aki a legjobban megijedt, kis pöszén azt mondta, Tapi, te vagy a Tevi. Ezen aztán Jót nevettek, még Tevi is, és mivel tetszett neki az új neve, így rajta is maradt. Azt kérdezted, mi lett a bacival? Megbetegedtek-e a kis nyuszik? Alaposan kezet mostak, fertőtlenítettek azzal a fertőtlenítővel, ami egyáltalán nem volt teve, és amikor elfogyott, nyuszi mama vett a közeli üzletben másikat. Most elárulok nektek egy hatalmas titkot. Az összes készfertőtlenítő receptje kenguru származik, így ha anyukád vesz a boltban neked egyet, legyen az rózsaszín, vagy tehér kis, vagy nagyüveges, és használod, ugyanúgy el fog kerülni a baci, mint a kis tevit és testvéreit. Legközelebb pedig elmesélem nektek, mi volt az erdei iskolában. Megígérem. Sziasztok!